Modern belső kialakítása készült el az új orvosi rendelő vállalatközpontjában, ahol a védőnői szolgálat is helyet kapott. Ezt a korábban üresen álló önkormányzati telken építették fel 50 millió forintos toppos pályázati forrásból, további 10 millió forintból pedig a Tibor szállási rendelőt újították fel, hiszen vállalházi orvosi praxisa látja el ezt a települést is. De nem csak az egészségügy fejlesztése valósult most meg. A művelődési házunk egy külső és belső felújításon esett át, nyilázáró csere, padló, mennyezet csere, szigetelése, illetve napelemes rendszerrel látták el, ami az elektromos fűtést fogja jövőben segíteni, illetve napkollektoros rendszerrel, ami pedig a használati melegvizet. Ez nagyságrendileg 50 millió forint támogatásból épült meg, ami 95%-os támogatási intenzitást élvezett. A fejlesztések nem csak a település számára fontosak, hanem határmenti elhelyezkedése miatt a térségnek is. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezen a sváb kisebbségi önkormányzattal is rendelkező településen megújuljon a művelődési ház, és egy új orvosi rendelő kerüljön kialakításra, mert ugye ez egy élő település, és szükségünk van mind a kultúra biztos pontjára, mind pedig az egészségügyi ellátásra. A kormány a Magyar Falu program keretében nem csak a művelődési házak építésére, illetve felújítására ad támogatást, hanem az azokban megrendezhető programokra és a szervezők bérére is. Hiszünk abban, hogy az ilyesfajta közösségi művelődési helyszíneknek, művelődési házaknak nagyon fontos szerepe van. Az elmúlt években azt láttuk, hogy ebben partner is volt sok-sok magyarországi település, hiszen közel kétszeresére emelkedett a közösségi művelődési intézményeknek a száma. Egy 3000 alatti számról indultunk 2010-ben, és most már 5500 fölött járunk. Ezzel párhuzamosan éves szinten 88 ezerrel nőtt a különböző kulturális intézményekben megtartott események száma. Így egyre több lehetőségük van a kisebb települések lakóinak is a kulturális kikapcsolódásra.